Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Néhány hónap kihagyás után készültem nektek egy heti menüvel, illetve majd a, és hát egy foodhall-al, és a hozzátartozó heti menüt is szeretném nektek rögzíteni. Ma délután összeírtam, hogy miket szeretnék készíteni, és ehhez összenéztem, hogy esetleg mi van itthon, és mit kell hozzá beszerezni. Van néhány olyan termék is természetesen, ami egyszerű felvágott, vagy olyasmi, amit nem feltétlenül használ el az ember egy hét alatt, úgyhogy azokat is látni fogjátok. Az első néhány dolog pedig a Tesco-ból származik. Oda igazából sörért ugrottam be. Egy ilyen Guinness-t hoztam 4-es csomagolásban, illetve akciós volt az én egyik kedvencem. Ez egy ilyen marakujás, sárgadinnyés dréher, tehát nem igazán sör, hanem inkább csak ilyen üdítő, szénsavas jellegű dolog. Úgyhogy ha az ember hármat vagy annál többet vett, akkor 270 valamennyi forintba került darabja. Alapjáraton az utóbbi fél évben nem igazán szoktunk a Tesco-ban vásárolni. Hogyha pedig mégis úgy döntünk, akkor egyértelműen ezek a klubkártyás termékek érik meg, úgyhogy anélkül pedig egyáltalán nem is szabad igazság szerint vásárolni. Azzal talán még úgy átlagos az ára, de úgy kifejezetten nem szoktam oda bemenni ilyen kajavásárlási szempontból. Ruha akció is van. Megmondom őszintén, szintén nem ez volt a fő célom, de szerettem volna egy rövid nadrágot, és azt hiszem ez eredeti áron került ennyibe, de mindjárt megmutatom nektek az árát. Egy nagyobb méretet vettem, hogy ilyen kényelmes nyári darab legyen. Ez 3290 forintba kerül, és több változat is volt belőle kapható. Egy ilyen lilás, kékes árnyalat, olyan színű, mint a papucs, amit nem olyan régen vettem, egy ilyen Crocs papucs, és azért tetszett nekem a színe. Így most az esti órákban nem igazán lehet látni az árnyat, tehát kifejezetten kéknek tűnik, világos kéknek, de inkább ilyen lilás, piszkos, szürkés-kékes a színe. De ahogy mondtam, több színben is megtaláljátok, közben mutogatom, hogy van zseb hozzá, nem egy óriási darab, megmutatnám, hogy körülbelül ekkora, tehát egy fél telefon fér bele, na de mindegy, úgyhogy szerintem ez teljesen jó kis nyári darab, lesz egy ilyen pamutos anyag, és láttam még néhány felsőt, de összességében még több lenvászon felsőre és ingre már nincs szükségem, mert elég sok van belőle, úgyhogy azokat megcsodáltam, de aztán ott is hagytam őket. Viszont tetszett ez a szintén ilyen kellemes, púderes, barackos, rózsaszínes árnyalatú felső, aminek bár az anyaga így első tapintása nem a kedvencem, a szabása, a színe, illetve a fazonja az nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy adtam neki egy esélyt. Ezeket majd szépen levágom róla, így a keze is tetszik, ilyen kicsit budgyos, gumírozott, úgyhogy én általában ezekkel mindig jobban szoktam lenni. És ahogy láttátok, ez 4790 forint helyett most 3490 forintba került, de ezen kívül még sok más is megtalálható volt ilyen ruhafronton, hogyha valaki nyári szerelést kutatna. Úgyhogy ennyit a Tesco-ról és ennyit az itt tett látogatásról. Itt van néhány bevásárló táska, azokat ide szépen felpakolom, és igyekszem minél gyorsabban bemutatni nektek, hogy mit miért vettem, és közben a menüt is majd ismertetem veletek, de ha minden igaz, akkor majd egy ilyen különálló tartalomban szintén fogtok velük találkozni. Igyekszem ilyen rövid, egyszerű kis anyagokat készíteni belőle, úgyhogy felrepakolom ezeket a Tesco-s dolgokat, és már is mutatom a többit. Mutatom is nektek az első táskát. Vettem többféle salátát, ez rukkola. Holnap reggel majd szeretnék egy ilyen tonhalas tortillás tekercset készíteni, és akkor abban majd vegyesen rukkolát és spenótot, ilyen baba, vagy bébi, nem babos spenótot, bébi spenótot szeretnék rakni. Vettem ezt a kis mini koktél paradicsomot, amiben többféle változat van, ezeket szoktuk szeretni. Van néhány tejszín, kell majd rakottas cukinis ételhez, illetve szeretnék készíteni gyümölcslevest is, úgyhogy azt általában vagy tejszínnel, vagy joghurttal szoktam elkészíteni, majd még ki fog derülni. Sett és comsonka, igazából ezt már rengetegszer láthattátok, azóta is gyakran szoktam ebből venni, illetve van itt két vanília aroma, nem kifejezetten szoktam sütiket készíteni, viszont ilyen egyszerű kis aroma, akár jeges kávéval, bármi hasonlóba én szoktam rakni. Van itthon vanília kivonat is, illetve vanília rúd is, de gyakran ezzel is teljesen jobban vagyok. Vagy hogyha mondjuk tejberist készítek, vagy nem feltétlenül annyira süti jellegű dolog, de én abban is szoktam egy keveset pakolni. Van itt két gyümölcsjoghurt, ezek számomra újdonságok, nem igazán találkoztam még ezekkel a görög változatokkal így a Lidl-ben. Nem tudom, hogy milyenek, múltkor anyának vettem
belőle, még ő sem számolt be róla, de ugyanezeket, ezt az áfonyását és ezt a cseresznyéset, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Van itt néhány cukini, mert ahogy mondtam, majd rakott cukinit szeretnék készíteni, amihez itt van ebben a táskában a darált hús is. Én ezt a zsírszegény változatot szoktam szeretni és használni, úgyhogy ebből vettem. Illetve van itt egy fagyi, ami megmondom őszintén nem tudom milyen lehet, ez ilyen almás változat, de erre járt most ilyen a Lidl-ben lévő kártyának, vagy ilyen applikációjának a használatával egy ilyen nagyjából 400 forintnyi kedvezmény, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Ezt már is bepakolom a fagyasztóba, de talán még van itt egy-két olyan dolog, ami szintén a fagyasztóba való, például ez a brokkoli. Frisset akartam venni, hogy ne foglalja a helyet a fagyasztóba, de egyáltalán nem találtam. Van itt néhány darab alma, a Red Chief változat, ezt szeretem a legjobban, illetve van itt sertés szűz. Ma szeretnék belőle készíteni egy ilyen zöldséges, fűszeres, spiritott dolgot, amihez majd rist fogok készíteni, úgyhogy minden igaz, ezt írtam fel, igen. Mindenféle zöldséggel, hagyma, paprika, kicsit ilyen mexikói, de nem feltétlenül nagyon extrán fűszerezve, de majd ki fog derülni, ahogy mondtam, ezt is levideózom, úgyhogy már is elpakolom a hűtőt, illetve az itt látható kis brokkolit. Na, sikerült így gyorsan bepakolni a néhány dolgot a fagyasztóba. Szerintem lesz még talán egy-kettő dolog, ami szintén oda való. Van itt ilyen baklava, ilyet már többször vettem. Most épp akciós, nagyjából egy hete, úgyhogy többször is vettem belőle. Mi szeretjük, hogyha szeretitek az ilyenhez hasonló édességeket, akkor tudom javasolni. Ez is egy újdonság, de lehet, hogy ez csak a csomagolása miatt. Ehhez hasonló görög joghurtot, ami ilyen alacsonyabb zsírszázalékú, még nem igazán láttam a Lidl-be, úgyhogy kíváncsiságból vettem, 699 forint, és 1,1 kg, ami szerintem korrekt, úgyhogy nekem ez nagyon tetszik, legalábbis remélem, hogy 699 és nem másnak láttam az árát, de hogyha valaki jobban tudja, akkor majd kijavít, vagy pedig, ha eszembe jut, akkor megnézem majd a számlát. Van itt egy kisebb adag banán, van itt csoki, az egyik az ingyen járt, elértem valamilyen szintet ugye a költésekkel kapcsolatban, és akkor lehetett választani vagy egy csokit, vagy pedig egy üdítőt, mi ezt ismerjük és szoktuk szeretni, úgyhogy gondoltam, hogy ezt bedobom, illetve van itt egy 70%-os kakaótartalmú is, amit zabkásába szeretnék majd belerakni. Van itt ez a tilsiter sajt, amit mi szintén szoktunk szeretni, és most már huzamosabb ideje ismét 1200 valamennyi forintba kerül, jó darabig, néhány hónapig majdnem 2000 forintba került, akkor és ezt vettük, bár akkor egy kicsit soknak éreztem, de így most az 1200 forint és 400 gram szerintem egész jó. Van itt egy kisebb adag cheddar sajt, 150 gram, és azt hiszem 800 forint körül van, 10 darab szelet van benne, hogyha valakit érdekel. Akciós volt, mert csak néhány napig jó a szavatossága ennek a csirkemelsonkának, úgyhogy ezt kell legelőször megenni, de 30%-os kedvezménnyel szerintem egész jó áron volt, úgyhogy gondoltam, ezt is bedobom. Aztán van még itt egy szintén nagy kiszerelésű sonka, ez sertés combsonka, lehet, hogy ugyanez a típus, nem tudom pontosan, de például már ehhez hasonlót szeretem. Hogyha van helyetek a fagyasztóba, oda is be lehet dobni, és akkor pizzára, vagy bármi ehhez hasonló dologra szerintem tök jó felhasználni. Van itt sushi rizs, ez ilyen 500-600 forintba került, nem tudom, hogy milyen lesz, de szép kerekszemű, más is nyugodtan lehet egyébként belőle készíteni. Én általában ezeket szeretem hozzá használni, mármint ezeket a kerek szeműveket, úgyhogy remélhetőleg ez a típus is tetszeni fog nekem. Vettem belőle többet, illetve azt hiszem két-három másik típusom is van itthon, úgyhogy most ilyen kimbaphoz, vagy bármilyen hasonlóhoz el leszek látva rizs fronton. Még egy felvágott ez a dalmát szelet, ezt nem olyan régen próbáltuk ki először, és nekünk nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy nektek is tudom javasolni, hogy szoktok ehhez hasonló dolgokat vásárolni. Jászmin rizs, ez egyébként a mai napi ugye húsos recepthez is kelleni fog. Van itt paradicsom, ilyen kis darabolt változat. Ez majd egy ilyen egyszerű zöldséges tojásos reggelihez, de erről egyébként videóm is van. Ilyen lecsószerűség, amiben a tojást meg kell főzni. És én azt nagyon-nagyon szeretem, és akkor azt is felírtam. Bécsi roppanós virsli, berakom a fagyasztóba is, hogyha éppen hirtelen kellene valami, akkor az majd kéznél lesz, és el lehet készíteni. Van itt egy ilyen
light sajtkrém. Ezt majd a tonhallal fogom összekeverni, ez kerül bele reggeli gyanánt, ugye majd a tortillába. Van itt egy paradicsom paszta, egy ilyen sűrített paradicsom. Ezt is szoktam és szeretem is használni, mindig van egy megbontva a hűtőbe, és akkor onnan, hogyha olyan ételt készítek, hogy kellene egy kis paradicsomos aroma, akkor szívesen szoktam ezt használni, jobb, mint a picike kis konzert, tudjátok, ami, ha kinyitottátok, akkor az úgy marad, úgyhogy ez praktikusabb szerintem, és régebben, szerintem fél évvel ezelőtt biztosan nem lehetett ehhez hasonlót kapni a Lidl-be, előtte az Aldi-ban igen, azt többször vettem, viszont most már itt is van, és ide gyakrabban járok. Van egy nagyobb ilyen mizó sajt, amit majd a rakottas ételhez is vettem, illetve máshoz is nyugodtan lehet használni. Meglehetősen le volt fosztva csirke, mell ügyileg a Lidl, úgyhogy amit találtam, azt elhoztam. Egy darabot találtam ebből a hagyományos félkilósból, illetve egy darabot a GMO-mentesből, úgyhogy majd ebből fogom elkészíteni a felírt recepteket. Itt is van az utolsó táska, már is mutatom nektek, itt van a másik említett csirkemell, itt van a tortilla ugye a holnapi recepthez, de az egyiket azt csak berakom a szekrénybe, hogy legyen azért itthon valami, amihez könnyű igazából nekifogni. Itt vannak ezek a kenyerek, amiket én szeretek, és gyakran szoktam ilyeneket venni. Nekem ez bejött, mint ilyen csomagolt kenyérváltozat, illetve többieknek is. De hogyha úgy van, és éppen frissen sült ilyen baguett, meg ehhez hasonló dolgok vannak az Aldiban, akkor azt is szívesen veszek. De azok meg elég limitálta az élettartamuk másnapra, hogyha marad belőle, akkor nem túl élvezetesek. Van itt burgonya, új burgonya, úgyhogy igazából nagyon erősik, amikor után így, ahogy van, lehet főzni, sütni, vagy amit szeretnétek, hogyha egyáltalán ki szeretitek így. Én igen, úgyhogy valószínűleg így lesz elkészítve. Kisebb adag gomba, egyébként szépek voltak, úgyhogy sok mindenhez szeretem ilyenkor felhasználni, akár a mai recepthez, de reggelihez is, akár ilyen tojások mellé nyugodtan lehet belőle grillezni, pirítani. Szeretem volna kaliforniai paprikát venni, de 2 darab 1200 forintba került, és nem is néztek ki egyáltalán jól, úgyhogy ezekből a kápia paprikákból vettem. Egy picivel édesebb szerintem, ennek ellenére tökéletesen fog illeszkedni a recept elképzelésemhez. Itt van még 1 darab tejszín, akciósak voltak a kigyóborkák, 100-valamennyi forintba kerültek, úgyhogy hoztam belőle többet. Majd fogok készíteni ugye az egyik csirkemellből, nem is tudom mihez írtam fel, de az biztos, hogy egy ilyen giroszos, görögös tésztasalátát, amihez a hús be fogom fűszerezni, meg fogom sütögetni, kerül majd bele fetasajt, uborka, lilahagyma, paradicsom, minden ehhez hasonló dolog, és akkor az szerintem egy tök jó variáció. Itt vannak ugye a baba spenótok, amik egy kicsit összelapultak, de semmi bajuk nincs, majd helyre rázódnak. Még egy kevés paradicsom, mert nagyon szoktuk szeretni. Egész jó áron vannak az avokádók, nem is akciósan, tehát hagyományosan, átlagáron 300-valamennyi forintba kerülnek. Ezek még éretlenek, de többet is vettem belőle. Nem tudom, hogy mostantól ez lesz az új ár, tehát ez a 300-valamennyi, mint nagyon-nagyon régen, de én tudnék neki örülni, mert szeretjük az avokádót, úgyhogy remélhetőleg a hét folyamán ezek is beérnek, és akkor lehet majd használni. Van itt egy 1,5 kilós liszt, ennél többre amúgy sincs szükségem, nem szeretek túl nagy mennyiséget tárolgatni itthon, úgyhogy majd belerakom a kis vödörbe, amiben a liszt szokott lenni, és akkor onnan fogom tudni használni, és valószínűleg nagyobb biztonságban van, mint hogyha ebben hagynám a szekrényben. Van itt egy másik kométa felvágott, ezt is szoktuk szeretni, semmi extra, hogyha valaki szereti ezt a típust, akkor biztosan ismeri. Egy cukor, mégiscsak, hogyha valamihez kellene, legyen itthon, illetve vettem ilyen konzerv kukoricát. Az egyik recepthez szerintem a maihoz is kell belőle. Ez van még itt felírva néhány dolog a kukoricás tonhalsalátás tortillához, úgyhogy a maihoz is, illetve a következőhöz is, illetve vettem fagyasztott változatban is, mert ezt is szoktam szeretni, úgyhogy jó, hogyha több van. A görögös tészta salátához van itt fekete olajbogyó, ezt is én is szeretem, de csak úgy csemegeként is, akár ilyen kaja mellé, szendvics mellé, akkor is tök jó. És ezt a nagyobb kiszerelésű fetasajtot vettem, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Az ilyen görög hetek alkalmából volt most elérhető, alapvetően ugye nem
kapható a Lidlben csak ilyenkor. Úgyhogy ennyi lett volna ez a bevásárlás az elkövetkezendő hétre. Ma hétfő van és péntekig írtam fel a menüt, mert szombaton következő bevásárlást tervezek, nem mondom, hogy nagyot, de az azt következő hétre azért húsféléket, vagy ehhez hasonló dolgokat biztosan be kell szerezni, és hát itt azért a legtöbb dolog, zöldségek, húsfélék, felvágottaknak egy jó része el fog fogyni, és akkor ezeket majd pótlom, viszont az ehhez hasonló, mint a kukorica, meg a vanília, vagy bármi olyan konzerv, amit csak azért vettem, hogy legyen, azokat természetesen nem fogjuk egy hét alatt elfogyasztani, de a lényeg, hogy ezeket terveztem, hogyha valakit érdekel, és általában meg szoktátok kérdezni, akkor ilyen 50 ezer forint körül fizettem itt a Lidlben, viszont még volt benne egy-két más nem a háztartáshoz, vagy nem így a kajához kapcsolatos dolog, úgyhogy nagyjából ezt az 50 ezeret kell elképzelni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Tudjátok, hamarosan újra találkozunk, de addig is sziasztok!